Március 19-e óta szünetel az autós iskolákban az oktatás. A csak nem két hónapos kényszerszünet után a képzéseket és a vizsgáztatást május 6-ától folytathatják. Elég jelentős érvágást okozott nekünk. Március 19-én a közlekedési alkalmassági vizsgaközpont leállította a vizsgákat, mindenféle vizsgát, tehát a pályalkalmassági vizsgálatoktól kezdve a kategóriás vizsgákon, GK-s vizsgákon keresztül mindent. Majd május 8-ával indult újra a vizsgáztatás, természetesen megfelelő biztonsági szabályok betartásával, higiéniai szabályok betartásával, szájmaszk viselése kötelező, kesztyű viselése kötelező, a tantermi foglalkozásoknál 10 főnél több nem ültethető le egy tanfolyamba, megfelelő távolságot, tehát a másfél méteres távolságot tartanunk kell, illetve az óraközi szünetekben és a járművezetés gyakorlati oktatásának a szüneteiben szellőztetés, tehát a járműveket, illetve a tantermet át kell szellőztetni. A hatósági vizsgán, az elméletvizsgán és a gyakorlati vizsgán is, tehát a gyakorlati vizsgát megelőzően is szükséges egy kérdőívet, egy nyilatkozatot kitölteni a tanulónak is, a gyakorlati vizsgán az oktatónak is, ami a vírus jeleivel kapcsolatos kérdések, 14 pontos kérdésre kell válaszolni, ennélkül nem lehet megkezdeni a hatósági vizsgát. Sajnos erre még nem kaptunk intézkedést, hogy mi lesz a kieső úgymond holt idővel. Mi úgy hívjuk, hogy vírusfék, hétköznapi nyelven, vagy szakmai nyelven inkább. Tulajdonképpen lejáró időkkel van probléma, ugye a tanfolyamokra, az elmélet tanfolyamra, a vizsgákra vonatkozóan 2 év áll a sikeres vizsgára rendelkezésre a tanulóknak, gyakorlati vizsgára gondolok. Hál' Istennek a tanulókat nem tartotta vissza ez a vírus. Jelenleg is elmélet tanfolyamunk folyik, szervezés alatt van további 2 tanfolyamunk. Eddig a bevett szokásunk az volt, hogy havonta 1 elmélet tanfolyamot, tantermi tanfolyamot indítottunk, most 2 hetente indítjuk a tanfolyamokat, tehát sűrűbben, kevesebb létszámmal. A vezetői engedély megszerzéséhez kötelező elsősegélynyújtási vizsgát a járványhelyzet miatt nem kell megszerezni, ezért az eddig kötelező egészségügyi vizsga nélkül is ki lehet adni a jogosítványokat, a vészhelyzet végét követő 15. napig. Az új rendelet szerint, aki sikeres forgalmi vizsgát tett, és még nem rendelkezik a közúti elsősegélynyújtó ismeretekből tett vizsgával, ők igényelhetik a jogosítványt, tehát a kormányablakba elmehetnek, és a jogosítványukat úgymond kiadják, tehát elkészítik, viszont a veszélyhelyzet megszűnésének a kihirdetésének a napjától számított 15 napon belül az elsősegélykártyát, tehát a végzettséget be kell mutatni. A koronavírus miatti vészhelyzet az autós iskolák oktatóira is jelentős hatást gyakorolt. Magyarországon mintegy 4000 munkavállalót érintett, akiknek körülbelül 90-95%-a katásadózó. Azt tudni kell, hogy a járművezető oktatók zöme, azt mondhatom, hogy 80%-a alvállalkozó, katás adózási formában van. Nagyon sok a gazdasági mentőcsomagban nagyon sok körbe került, taxisok, mezőgazdaság, építőipar, stb. A járművezető oktatást kifelejtették belőle, tehát tulajdonképpen adót fizetnünk kellett eddig is. Az oktatás tehát kisebb változtatásokkal és szigorú szabályok betartása mellett újraindult, és az ügyfélszolgálat is megkezdte működését. Természetesen szervezünk nyári tanfolyamot, kifejezetten a diákokra kihegyezve, az igény szerint akár délelőtti oktatásokkal is. Tehát jelenleg délután 16 órakor kezdődnek az elméletfoglalkozások, de a diákok ugye nyári szünetben jobban ráérnek, és ezért délelőtti órákra is szervezünk, természetesen megfelelő igény esetén. Személyesen itt az irodánkban az ügyfélfogadási idő reggel 8 és délután 17 óra között tart, bármikor bejöhetnek jelentkezni, de elektronikus formában is, tehát az elérhetőségeink az e-mailben is tulajdonképpen él.